Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt országgyűlés! A béke, a semlegesség, a függetlenségünk a legfontosabb értékek közé kellene tartozzon. Hajlandó-e a kormány a NATO bővítés magyar vétójára a világháború elkerülése érdekében? Ezt kérdeztem szeptemberben, de akkor csak mellébeszélés volt a válasz. Mostanra pedig sajnos beállt a nemzetközi sorba az Orbán kormány is, a magyarországi balliberális ellenzék elvárásainak megfelelően. A magyarok döntöttek, 97% nem a szankciókra, láthatjuk az óriás plakátokon, de Orbán Viktor mégis rendre megszavazza azokat Brüsszelben, tehát a szemfényvesztő kormány propagandával szemben az amerikai érdekek kiszolgálásához asszisztál Magyarország is sajnos. A NATO tagállamok bővítésének magyar vétóját azért szolgalmazza, immár sajnos egyedüli pártként a Mi Hazánk mozgalom, mert a világháború felé tett újabb lépés provokáció volna a katonai szövetség bővítése Oroszország határán, míg a semleges zóna nemzetközi érdek. Nincs bajunk Finnországgal és Svédországgal, de az ő érdekük is, hogy ne szélesítsük a háborús konfliktust a NATO-hoz való csatlakozásukkal épp most. Európa békéje és a törékeny egyensúly akkor biztosított, ha Oroszország és a NATO nem, vagy csak alig határos egymással, mert van egy katonailag semleges, vagy úgynevezett puffer zóna. Eddig északon Finnország és Svédország töltötte be ezt a szerepet, Közép-Kelet-Európában pedig Ukrajna. Az elmúlt egy évben láthattuk, hogy ennek a pufferzónának a megszüntetésére, azaz Ukrajna globalizálására, nyugati szövetségi rendszerbe való integrálására irányuló kísérlet automatikusan a másik fél durva reakcióját váltja ki. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy ebben a helyzetben a konfliktus világháborúvá szélesedése elkerülése érdekében katonailag semleges legyen Oroszország szomszédsága, tehát Finnország, Svédország, sőt, Ukrajna és délebre a többi volt szovjet tagköztársaság is. Magyarországnak felelőssége van abban, hogy függetlenség helyett sajnos idegen katonai felvonulási területté vált hazánk, fegyverszállítmányok mehetnek át rajtunk Ukrajnába, hát persze csak Románián és Szlovákián keresztül, hogy a kormány propaganda szajkózhassa továbbra is azt, hogy Magyarország területéről Ukrajnába nem mehetnek fegyverszállítmányok közvetlenül, de azért a kiskaput fennhagyták, hogy két NATO tagország közbeiktatásával azért felhasználhassák a magyar vasútrendszert, a magyar utakat a fegyverszállításokra. Magyarországnak tehát komoly felelőssége van ebben, és elleneznünk kellene, a Mi Hazánk mozgalom legalábbis ellenzi, hazánk ilyen típusú részvételét is a háborúban. A Magyar Honvédség parancsnoka titokban meglátogatta az ukrán vezérkart, erről ugye csak utólag ukrán híradásból értesültünk. Az ottani fegyveres erők vezetője úgy nyilatkozott, hogy elégedett Ukrajna és Magyarország katonai együttműködésének a szintjével. No hát vajon mit tudhat még ő, amit a magyar kormány nem köt az orrunkra? Hát ugye a balti légtér biztosítását is vállalták magyar gripenekkel sajnos, és konfliktusba is kerültek orosz vadászgépekkel. Sőt, Szlovákia légterének védelmét is vállaltuk, miközben a szlovákok a saját vadászrepülőgépeiket ajánlják fel Ukrajnának. Hát mi ez, ha nem a háború közvetett támogatása? Ez a háborús őrület, ami magával ragadta a fideszes kormányzatot is. Egy kormány határozat szerint immár hazánk teljes területére engedélyezik a külföldi NATO harccsoportok telepítését az ukrajnai háborúra való reagálásként. Korábban nem ezt ígérték. Magyarország függetlenségének feladása, hazánk katonai felvonulási területté tétele elfogadhatatlan, ezért szabad és semleges Magyarországot követel a Mi Hazánk mozgalom. Idegen haderőknek nincs helyük hazánkban, mert Magyarország a magyaroké. A Magyar Honvédség ne legyen az Atlantista Katonai Szövetség feláldozható segédcsapata. A magyar nemzet számtalan fiát áldozta az idegen érdekekért vívott háborúkban. Itt az ideje rossz hagyomány megszakításának. Ma már sajnos csak a Mi Hazánk mozgalom képviseli az 1848-as márciusi ifjak követelését. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. Ennek jegyében vonulunk március 15-én, 15 órára a Pilvax közbe, egy béketüntetéssel egybekötött megemlékezésre.
Ellenezzük a Magyar Honvédség külföldi megszállásokban való részvételét is idegen érdekek szolgálatában. Az Afganisztánban, Irakban, Maliban és még sorolhatnánk a hasonló megszállásokban való részvételünkre költött milliárdokból inkább vonzó itthoni javadalmazás és modernebb felszerelés, komolyabb hazai hadgyakorlatokat biztosítanánk honvédjeink számára. A külföldi szolgálatokat előtérbe helyező moduláris rendszerű haderőfejlesztés helyett a hazavédelmét önállóan ellátni képes honvédség összfegyvernemi tervezését szorgalmazza a Mi Hazánk Mozgalom honvédelmi programja. Miniszter úr írásbeli kérdésemre sajnos nem is tagadta értesülésemet, hogy amely honvéd nem szeretne hazáján kívül szolgálni, az alezredesinél magasabb rendfokozatot nem is kaphat a Magyar Honvédségben. Gyalázat. Beláthatatlan következményekkel jár az idegen haderők magyarországi állomásosztatása és hazánknak az orosz katonai erők célpontjává tétele. Az ideiglenesen hazánkban állomásozó NATO csapatokkal miért teszi idegen katonai felvonulási területté Magyarországot a magyar kormány? Ukrajna területi integritásának hajtogatása helyett a magyar kormány inkább azt kéne megakadályozza, hogy a kárpátaljai magyarságot golyófogónak használják, mert ez nem a mi háborunk. Mégis több száz besorozott kárpátaljai magyar honfitársunk meghalt, vagy sérült meg már ebben a háborúban. Hogy pontosan mennyi, azt nem tudjuk. Ha a kormánynak van információja, kérem tegye közzé ebben a vitában. A NATO tagságunkból fakadó szerződéses kötelezettségünk csak arra volna, hogy egy tagállam megtámadása esetén segítsünk annak védelmében. De Ukrajna nem NATO tag. A Mi Hazánk Mozgalom ellenzi a kárpátaljai magyar nemzetrészsel szemben soviniszta, elnyomó politikát folytató Ukrajna katonai támogatását, illetve az amerikai érdekek kiszolgálását. Az oroszok elleni embargó így is felbecsülhetetlen károkat okozott, főként a magyar mezőgazdaságnak és az arra épülő feldolgozó iparnak az elmúlt években. Most már a magyar érdek kellene legyen az első. Tisztelt országgyűlés, az elmúlt napokban olvashattuk, hogy a Fidesz frakció nagyon megosztott a svéd és finn NATO csatlakozás ügyében, így nyilatkozott az önök frakció vezetőjük. Ehhez képest ma még egyetlen egy kritikát sem hallhattunk. Csak mamelukokat, akik mindenki egyetért Orbán Viktorra, vagy ami kritika, na jó, annyi volt, hogy Finnországgal és Svédországgal milyen a témával össze nem függő egyéb sérelmeik vannak egyébként, ami miatt egy kicsit duzzognak, most jó, beolvasnak neki, de azért megszavazzák azt, ami a harmadik világháborúhoz vezet. Semmiféle felelős államférfiú megfontolást, kritikát nem láthattunk itt a NATO bővítéssel kapcsolatban. Mindenki egyetért Orbán Viktorral, akinek egyébként nincs érve. Hát ezt láthattuk hétfőn. Hát miről kezdett el beszélni, amikor próbáltuk feszegetni, hogy gondolja ezt újra, ezt a meghátrálását? Elkezdett arról beszélni, hogy hát majd amikor Ukrajna NATO csatlakozásáról kell beszélni, az egy sokkal nehezebb kérdés lesz. Hát hogy jön az ide? És a miniszterelnök úr képes volt ettől a gondolattól még csak el sem határolódni. Benne már az is megfogalmazódott, hogy akkor ez lesz a következő, mondjuk néhány év múlva, ha lesz még akkor Ukrajna. A mellébeszélés másik része ugye az volt, hogy hát ez sokkal komolyabb veszély lenne már, mint Ukrajna NATO csatlakozása, mint Svédország és Finnországgal való bővítése a NATO-nak. Hát mindent lehet relativizálni, de így is a világháború felé tett újabb lépésről beszélünk, érveket pedig nem hallottunk, majd arról kezdett miniszterelnök úr ugye még beszélni, hogy a NATO-ból valók kilépésünket miért nem támogatja, miközben megint csak nem ez van napirenden, nem ez a kérdés, nem ez a vita tárgya, hanem az, amire egyetlen egy érvet sem tudott felhozni, hogy miért támogatják a NATO bővítését egy ilyen konfliktus kellős közepén, szélesítve a katonai konfliktust a világháború felé tett újabb lépésként. És ugyanennyi érve volt Novák Katalinnak is a mai napon, aki szükségét tartotta, hogy beleavatkozzon a Magyar Országgyűlés döntésébe, és irányt mutasson még a tévelygő állampolgároknak, vagy esetleg tévelygő elbizonytalanodó képviselőknek, és egyértelműen állást foglalt amellett, ami mellett végül is egyetlen egy érvet nem tudott ő sem felhozni, hogy miért kellene Magyarországnak támogatni a NATO bővítését. Ahogy korábbi ígéretükkel szemben 2005. szeptember 26-án megszavazták Románia feltétel nélküli uniós csatlakozását, most egy ugyanilyen diplomáciai és komoly külpolitikai hiba, történelmi hiba, hogyha ezzel a háborús őrülettel hagyják magukat elragadtatni. És nagyon fájó, hogy ami a magyar honvédelmet illeti, a honvédelmi minisztertől hiába kérdeztem írásbeli kérdésben, hogy
mennyibe kerülnek a NATO szerepvállalásaink, például a csúfos bukásra végződött afganisztáni megszállás? A válasz? Titkos. Hány magyar honvédet küldtek idegen országokba szolgálni szerte a világon, szólt a másik írásbeli kérdésem az elmúlt hetekben. A válasz? Titkos. Meddig lesz kötelező a Covid-oltás a honvédségben, és hány katonát rúgtak ki oltatlanság miatt a létszámhiány közepette? A válasz? Titkos. Hát így működtetik, vagy inkább nem működtetik, vagy leépítik és szélnek eresztik a magyar honvédség még megmaradt részeit, pedig érdemi válaszokra volna inkább szükség, és az új világrend kiszolgálása helyett a függetlenségünk, a semlegességünk ezáltal a béke előmozdítására. Tisztelt Országgyűlés, ceterum censeo, a Mi Hazánk mozgalom szerint itt az ideje, hogy a NATO bővítés vétójával Magyarország végre fellépjen a háború kiszélesítése ellen. Mi valóban nem akarunk világháborút.